A szokatlanul hideg időben a rendőrök is fokozottan figyelnek az egyedül élőkre, főleg azokra, akik idősek és nincs gázfűtés otthonukban. A rendőrei több olyan ingatlanhoz mentek ki az elmúlt napokban, ahol elfogyott a tüzelőanyag. Gáva Vencsellőről is érkezett bejelentés, miszerint egy férfit fűtetlen otthonában kihűlés veszélyeztet. Őt a rendőrök egy melegedőbe vitték, de akadtak itt már kórházba kellett szállítani. A rendőrök több idős embernek segítettek az elmúlt napokban egy laskodi férfinak a tűzrakásban is segítkeztek, ám nem csak a rendőrök, hanem többek között a Humánnet Alapítvány tanyagonnoki szolgálatot végző munkatársai is segítenek a külterületeken élőknek, Garai Győző a 83 éves Erzsikenénit is meglátogatta. Jó, Jó napot Meghoztam az köszönöm. Köszönöm a telit. Tessék, az az, az idős hölgynek a tanyagonnoki szolgálattal meleg étel és segítség is jut. A tapasztalat azt mutatja, főleg a külterületeken tanyákon élők kérnek a hidegben segítséget. Vannak olyan ellátottak is, akik ebédet nem igényelnek, viszont más szociális szolgáltatást, például gyógyszeriratást, kiváltást, vagy orvoshoz történő szállítást igényelnek szabolcs már bereg megyében is egyre több az önkéntes szerveződés, az emberek segítenek a rászorulókon. Van, aki például kabátot ajánl ingyen. Ha fázol, vegyél el egy kabátot címmel. Az akciót ez a három fiatal indította el Nyíregyházan. a kezdeményezése sokan, ahogy szerkesztőségünk is, interneten figyeltek fel. A feleségem hívta rá fel a figyelmemet, és rögtön otthon lázas készülésbe kezdett, és előszette azokat a kabátokat, amit már úgy nem olyan rendszeresen használunk, és mondtuk, hogyha valakire biztos, hogy nagyobb szükség van rá, ha már ezt legalább egy évig nem vettük föl, úgyhogy kihozzuk, és legyen annak javára, akinek szüksége van rá. A kezdeményezés szervezői szerint nem várt sikere lett a kabát akciónak. Nagyon reménykedtem, hogy 30-40 ember továbbosztja, megosztja ezt a posztot, amit felraktam, 2200 megosztást kaptunk mai napig. A kabátokat Nyíregyháza belvárosában a katolikus templom előtt lehet találni, ott olvasható, hogy a melegedni vágyókat a laborkafé is várja. A Nyíregyházi közösségi térben ott jártunkor is vendégül láttak rászorulókat, hajléktalanokat. Szeretnénk, hogyha 10 és 18 óra között átmenetileg egy kis menedéket kapnának ebben a kegyetlen időjárásban, és ide várjuk az adományokat is, hogyha valaki tartós élelmiszerrel szeretné segíteni. Itt tejával és szendvicsekkel várjuk azokat, akik melegedni szeretnének. A hajléktalan ellátásban résztvevő szervezetek azt tapasztalják, szolgáltatásaikat egyre többen veszik igénybe a hidegben. Nagyon sokan vannak az állatottaink között, akik effektíve nem hajléktalanok, de olyan nehéz lakáskörülmények között élnek, hogy, hogy nincs a lakásban megfelelő akár fűtés, fűtés rendszer sem, vagy kevés a tüzelőjük, és nem tudnak egész nap folyamatosan fűteni, pont elég, ha éjszaka fűthetnek. Tehát nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, és így mégiscsak szükségük van arra, hogy legalább a nap egy részében itt nálunk legyenek. Az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedőjében a rászorulók egy tál melegételt is kaphatnak.